Ez a 2018-2019-es naptár. Ez ugye az első 4 hónap. Ez gondolom kiderült. Egy pillanat, csak meg akarom nyitni magamnak nagyobbba. Rendben. Ez az első 4 hónap, aki esetleg kezdő naptár ügyben. Az első hónap 30 nap, utána 30 nap, és aztán 31, és ez a ciklus ismétlődik 4-szer. 30-30-31, így jön ki a 364 napos év. Ez az, amit ez a naptár megpróbál tükrözni. Az első oszlop az a napok száma, illetve sorrendje. A második oszlop az, hogy milyen nap a Gregorián naptáron, és a harmadik oszlop pedig a dátum a Gregorián naptár szerint. Az első oszlop az Yahua naptárjának sorrendje, naptári rendje, az utolsó oszlop pedig a Gregorián naptár. Remélhetőleg ez érthető mindenki számára. Ezt egyébként a Yahua útja csoportban megtaláljátok PDF formában, úgyhogy onnan letölthető. Használni szeretné Yahua útja csoport a Facebookon, vagy írhatok egymásnak, és akkor akinek megvan, az majd elküldözgeti. Ugye az év elkezdődött március 21 volt az első nap, ez egy szerdai nap a Gregorián naptáron, ez a hét negyedik napja a Yahua naptárán, így csütörtök, péntek, sabát, ma van a sabát. Attól függően, hogy valaki nappal vagy éjszaka kezdi, attól függően alakul ugye a nap. Én úgy döntöttem, hogy az idéntől megnézem azt, hogy nappal kezdődik a sabát, és hogy alakul így az év. Meg fogom csinálni a videókat erre vonatkozólag, amint lesz időm, és nem lesz más dolgom, de egyelőre én úgy gondoltam, hogy már nagyon hosszú ideje egyébként. Ez egy kérdés, hogy reggel vagy este kezdődik a nap. Most úgy éreztem, hogy eljött az ideje annak, hogy az legyen, hogy reggel. Úgyhogy számomra reggel kezdődik a nap, ezért a szombati nap egész nap sabát, egészen vasárnap reggelig. Aki éjszaka kezdi, annak péntek estétől szombat estig, aki reggel kezdi, a szombat reggeltől vasárnap reggelig. Ez a sabát. Utána haladunk tovább. A következő, amit érdemes tudni a naptárról, az az, hogy a feketével jelzett napok azok az úgynevezett állami ünnepek. Úgy gondoltam, hogy talán az segít, ha bejelöljük az állami ünnepeket, úgyhogy így a fekete az. A piros az az új hónap. Arról készült már nem egy videó, az előző élőben erről volt szó, az Chodesh. Ez az új hónap első napja, ami szintén egy sabát, szóval aki követni akarja ezeket a dolgokat, annak érdemes ezt megérteni. A naptár piros minden hónap első napja, nem a Gregorián hónap első napja, hanem a Yahua naptárjának első napja, az egy chodesh vagy sabát, az egy új hónap, ami egy ünnepnap. Így ezt bejelöltük, és akkor is van itt élő a csatornán Yahua útján minden sabátkor, így a minden hónap első napján is. Szóval ez a piros, ez az új hónap. A zöld az ugye a heti sabát, a fekete az az állami ünnepek, a kék pedig Yahua ünnepei. Pészák vagy Páska ebben a hónapban április 3-a lesz. Mivel reggel kezdődik a nap, én úgy mondom, hogy kedd napja a Páska. Kedd nem egy sabát, viszont kedden
meg fogjuk nézni, hogy hogyan alakul a páska, mik az előírások a páskára vonatkozóan, de múltkor is megnéztük, most megnézzük a brit hadaságot, a megújult szövetséget is, megpróbálom egy kicsit felgyorsítani, hogy jobban össze tudjuk foglalni, hogy mi a helyzet a Pesachkal, vagy a páskával kapcsolatban. Ez április 3-a lesz ebben az évben. Ez utáni nap, ami ebben az évben április 4. szerda a kovászolók kenyér ünnepének első napja. Ez egy sabát, ugyanúgy, mint a heti sabát. Kovászolók kenyér ünnepe első napja, április 4. szerda, az egy sabát. Ugyanaz a szabályrendszer érvényes rá, mint a heti sabátra, annyi különbsége, hogy itt lehet az élelmiszer elkészítéséhez szükséges munkálatokat elvégezni, úgy, mint főzni, vagy sütni. Ez április 4. szerda, ez egy sabát. Onnantól kezdve április 4-től április 10-ig kovásztalan kenyér, és ez a rend ezen a héten. Semmi kovászos a lakásban, vagy bárhol, ami a mi tulajdonunk, ahol ugye nyilván most a munkahelyet nem fogja az ember kitakarítani, meg mindenkinek elmagyarázni, de ahol lehet mindenféle kovászt, élesztőt, ilyesmit eltüntetni. Ez a lényeg. Április 4-től április 10-ig. Április 10 szintén sabát, ami egy keddi nap, ez az utolsó napja a kovásztalan kenyér ünnepének, ami egy újabb sabát. Szóval április 4, április 10 sabát. Ez az első, illetve az utolsó napja a kovásztalan kenyér ünnepének. Egy hétig semmi kovászosat vagy élesztőt, ilyesmit. Erről is van videó, úgyhogy azt javaslom, az ünnepek lejátszási listában van. Akit érdekel, nézze meg. Ma meg fogjuk nézni, amennyit csak tudunk ezzel kapcsolatban. Közte van egy heti sabát április 7-én. Az élet megy tovább nyilván, úgyhogy az április 7-i sabát, az sabát ugyanúgy. Szóval ma van egy, bocsánat, ugye, hát jó, nyilván ma sabát van. A helyzet az, hogy március 31-től április 14-ig az 5 darab sabát van, plusz a Pesach. Szóval ez egy elég zsúfolt hónap ilyen szempontból, aki fel akar készülni rá, annak ideje ezt elkezdeni. Április 4, kovászon kenyér első napja sabát. Április 7, sabát, a heti sabát. Április 10, sabát, kovászon kenyér utolsó napja. Április 14, újra egy sabát, a heti sabát, és utána áll vissza rend. Nagyjából, mert utána már megint új hónap, sabát, stb. Szóval ez egy zsúfolt időszak. Remélem, hogy érthető mindenki számára, ha nem, akkor egy hozzászólásban itt le tudjátok írni. Az, hogy ez mit jelent, azt nem értem, hogy melyik részre gondolsz, Adrián, hogy de ez mit jelent. Meg fogjuk nézni egy csomó dolgot, meg már eddig is megnéztünk, nem tudom, hogy melyik az, ami mit jelent, de majd biztos pontosítod, és akkor megfejtjük. Szóval a lényeg az, hogy ez így alakul, ez az időszak. Ezután, akit érdekel, megnézzük villámgyorsan, mert ezzel már nem akarok foglalkozni, még rengeteg idő van eddig, de 7. hónap, ez ugye a Hua naptárjában a 7. hónap, ez a Gregorián szeptember lesz, akkor szintén van 4 darab extra sabát. Yom Teruah, a körzengés ünnepe, szeptember 19, ez ugye a 7. hó első napja. Azután Yom Kippur, szeptember 28, ez a 7. hónap 10. napja. Ezek mind sabátok. Utána van Sukkot, október 3-tól október 10-ig. Október 3-tól október 9-ig a sátrak ünnepe, október 10, ez pedig egy sabát. Erre később vissza fogunk térni, erről is van videó, úgyhogy javaslom, hogy ezt is nézzétek meg, akit érdekel, Yom Kippur, Yom Teruah, Sukkot, Páska, mindegyikről van videó, meg még beszélni is fogunk róla, csak azt akartam, hogy mindenki lássa, hogy ez így fog kinézni ebben az évben, úgyhogy aki fel akar készülni rá, ez az, amiben érdemes gondolkodnia. Így néz ki majd, ez szeptember. Gyakorlatilag azt mondom, hogy szeptember közepétől október
Október közepéig nem érdemes, aki komolyan veszi ezt az egészet, nem érdemes nagyon tervezni mást, mert ez el fogja foglalni egy darabig. Ez az ünnepsorozat. Ez itt. Visszatértünk az első hónapra, és már még egyszer nem sorolom el, viszont meg fogjuk nézni, hogy mi vonatkozik a Páskára olyan értelemben, hogyan is lehet ezt mit enni, mit inni. Ezek benne vannak a videóban. Ünnepek lejátszási lista, Páskáról van három videó, benne van, hogy mi a kovász, nagyjából meg van csinálva, ki van dolgozva. Ezen kívül mindenki utána tud nézni, hogy mi az, ami kovászos a videó alapján, úgyhogy én ezt javaslom mindenkinek, most nem fogok belemenni, hogy mit lehet, mit nem. Abban a videóban benne lesz. Szerintem, ha valaki megkeresné, Viktor, mondjuk ha megkeresnéd, az nagyszerű lenne. Ünnepek lejátszási lista, Páska. Ide a linket, ha beír. De az ünnepek lejátszási listát, ha ide bemásolja valaki, az bőven jó, mert akkor abban azt mindent meg tudtok nézni. Ez az idei naptár, ez a lényeg. Haladni fogunk tovább. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom! Thank you.